kávé Vilmával, ebéd apámmal, utána tea anyámmal. Ez ilyen social day. Ez van. Általában nem köszönnek. A nyári űrba vízdoboznyi bombon. Rumos, diós, kering a sok planéta. Hegyekben áll a tejlug át a holdon. Zsebembe száraz édes olvadéka. De holmi krémre mondva bárki gondol. Egy egycukort, hogy áll. Digitális lakat. Te vagy kiért a fájba, fáj a gyomrom. S a vattól ég akár az égi szféra. Mégse kajálok apámmal, mert tárgyal. Úgyhogy a szokásos nézelődés vásárlása lesz tömben. Majd aztán később kaja anyámmal. Addig meg valahogy el kéne verni az időt. Ez a bajom a tömegközlekedéssel, hogy bár olcsó, de pont telibe veri az egész napomat. Ugyanis bárhova eljutni minimum egy óra. Bárhova, bárhonnan visszajutni egy másik helyre, az még egy óra. Tehát két óra teljesen fölösleges időtöltés. Ezért kéne venni egy ilyet. Ott nem nagyon sikerült valami. Gondolja magát a szónál, nagyobbnak nem lesz sem mondat, se nagy könyv. Csak pár hangpergő lábdobra belsőt rászkurva, csenget egyet-kettőt álmomba. De élő legenda, az erdő szélén ősz lévén leveleink párokba, minek szó nélkül a sok felhőt számolva megyünk első számokra. Remélem felnőttem számodra. Asszony fél hatkor indul. Mennyi van, nem érek oda. Hubazd meg, kellett van a szóda bikarból. Kurva meleg van itt. Festek rászárad, mire hazaérek, basszom. Azt a cicit az igen. Ne told, lök már a sarkamra. Anyád, anyád, anyád! Hogyha ez az állami bénázás legalább ingyen lenne, akkor azt mondom, hogy... Hát jó, ha nincs verseny, akkor minden szar. Ne zaklasz a másik ember, mert éljénik a kedvesebben, szelidebben, keresd az ellenséget, és rögtön nem lesz az ellenséget, ne ütögessél senkit, nem jó, ha haragszik rád, valaki, ne felesélj a főnököddel, tanáraiddel, szüleiddel. Nos, a napom nem egészen úgy alakult, mint szerettem volna, de ugye használt fel a körülményeket. Amíg nagyon sokat vártam anyámra, addig volt időm a YouTube-omat pörgetni. Találkoztam ott egy kommenttel, és mivel nem szeretnék csúnya jelzőket mondani, így most rajzolok. Itt vagyok én. Ezek a kis köröcskék a barátaim. Ezek a kis köröcskék viszont a kommentelők. Ez itt a közös érdeklődési kör. És ez is, és ez is. Na most a kommentelők innen tolják az üzenetet ide. Meg innen. Éde, fú, mint a spermiumok, nem? Ez meg valami két szem, meg egy jó. Mind életkorban, de sokszor társadalmi státuszban is, gondolkodásmódban, lakhelyben, mindenféle olyan tényezőben, amik meghatározzák az embernek a személyiségét, nagyon-nagyon távol vagyok én, vagy a kommentelőim tőlem, de hogy egymástól. Nagy a távolság. Amivel nincsen probléma, hiszen World Wide Web, ez egy hatalmas nagy világfalu, és hű de jó. Viszont a világfalu elméletben ugye azt is gondolnánk, hogy az emberek hasonlóképpen gondolkodnak. Ám de! Itt van a generációs probléma. Én Y generáció vagyok, míg a kommentelőimnek a többsége Z generáció. Itt a félreértés abból adódik, hogy 1. vlogolok, mint a fiatalok, 2. olyan az arcom, mint a fiatal lennék. Shit happens. Szóval igazából tényleg tök őszintén szeretném, hogyha abban maradnának ezek a névtelen ászkók, meg névtelen, meg izé, meg álnéves, meg nem tudom milyen, ilyen álnaív kérdésbe bújtatott életszemlélet fikák, amiből az jön ki, hogy én mekkora egy szarember vagyok. Most jaha, nem kell nézni egy szarembert. Meg nyilván ezeket én is skippelgetem, meg x-elgetem, és akkor tök jó, mert reggel fölkelek, Anna még sminkeli magát, én meg x-elgetem ki a sok ASZKFM-es idiótaságot. Úgyhogy eléggé azon gondolkodom, hogy megszüntetem az egész ASZKFM-et a francban, mert minek? Ezért? Visszatérve az elejére, ott az Árkádban volt időm a magyar YouTube szénát kicsit szemügyre venni. És végignézni azokat az embereket, akiket mondjuk megemlítettetek nekem kommentekben, ászkokban, bármilyen felületen, hogy ismerem-e, mi a véleményem róluk. Nem volt véleményem, mert nem igazán néztem. Őszintén, tényleg. Hát elég az hozzá, hogy elég sok magyar vloggerrel megismerkedtem ilyen módon, és megvan a kedvencem. Tényleg? Ez most tényleg tök őszinte. Szalai Isti. Szalai Istinek megnéztem egy-két videóját, ezt a gamer cuccot, ezt továbbra sem értem, ezt fenntartom. Viszont az összes többi egy nap Pistivel, meg ilyesmi, tök nagy! Az a gyerek hatalmas! Mármint, hogy... Szóval, hogy király. Tényleg így jó volt nézni, hogy 1. érti a műfajt, 2. jól is csinálja, 3.
megvan egy unikális stílusa, ami nagyon sok embernek nincs. Úgyhogy hirtelenjében fel is iratkoztam a csatornájára, Facebookjára, minden. Tök durva, hogy ennyi év után átkerültem a másik oldalra is, egy picit, és elkezdtem, és elkezdek valami olyan tartalmat várni, amit nem én állítok elő. Ez nekem ez furcsa.